Sziasztok! Én Lakimester vagyok, és ebben a videóban pekeket fogunk nyitni. Kint van ugye a Team of the Year. Ahogy látjátok, 52 csomagot gyűjtöttem össze. Ezt fogjuk ebben a videóban elnyitni. Sajnos én úgy vagyok vele, és hát úgy gondoltam, hogy elnyitom most. Ugye Mbappé, C. Ronaldo és Lewandowski van most a csomagokban. A többi játékos amúgy sem mozgatta a fantáziámat, meg így unblock már nem is bírtam várni. Úgyhogy el fogjuk nyitni most a csomagokat, tartsatok velem! Úgyhogy van mindenféle csomag, neki is fogunk látni, a Gold Pack-től a 75 pluszos pack-ig minden finomság van, úgyhogy szépen akkor neki is kezdünk, és akkor lássuk, hogy nyitunk-e valamit, srácok, lányok. Hát bízom benne, nem is a Totti, ami szerintem engem ami mozgat, hanem hogy egy pár nagyobb ratingű játékost, ha nyitnánk, ilyen 10 darabot, ilyen 85 pluszra gondoltam, akkor már én szerintem teljesen elégedett leszek. Nyitottunk az első pakból egy konét. Hát ez, bár ezt lehet, hogy ezt quickszelezni fogom a ezéket, mert nem mennek. Lesz fel. Úgyhogy meglátjuk, srácok. Szurkoljunk. Második pack. Ez se lesz semmi. Egy Milik. Nagyon kiürült a klubban, megmondom őszintén, meg nem is nagyon bírtam várni. Azért is... Nem tudom, mindegy, ezeket pixelezem. Nem is nagyon bírtam várni. Jumbo Gold. Megyünk sorba, nem válogatom ki a pekeket, megyünk sorba, elnyitjuk az összeset. Ez sem nagy. El is nyomtam. Opara, ugye ezek már van benne, szerintem, ha jól emlékszem, több az olyan pack, ugye, ami nem eladhatók belőle a dolgok, úgyhogy mindegy. Feltöltjük a klubot, Jumbo újra. És valahogy sejtettem, hogy még rare játékos sem jön most per pillanat. Valahogy ezt így. Jó. Újabb Jumbo. Hát azért próbáltam a jobb pekeket meghagyni. Jó, hát a goldosokat. Ugye már a... Most a vége felé nem tudtam ugye elfelenyitni, mert ugye nem mutatja mindet. Itt van Pope, akit utálok, mint a rosszabb. Mindegy. Megy is az ére, a eladni. Ez nulla, ez is nulla. Jumbo újra. Remélem nyitunk valami nagyot, ha már ennyi pekket összegyűjtöttem. Szerintem boldos játékos. Igen, francia. CF. Real Madrid. Benzema. Yes! Ez már dá. Ha még eladható, akkor még nagyon is örülni fogok neki. És eladható. Yes! Mennyiért megy az öcskös? Compile prices. Hát olyan 60k-s rácok. Ennek azért örülök. 60, hát 59-re ki is rakom. Gyorsan, hogy üdjék el minél hamarabb. Így. Így. Jó. Hát ennek már nagyon is örülök. Ezeket csak felrakom, majd megnézem, hogy mennyiért tudom őket eladni. Így, ezeket megtartjuk, ez nem...
ADM Pulse Engine. Így, jó. Ez egy jó pack volt. Egy nagy, számoljuk, egy Benzema. Ez semmi. Mármint úgy, hogy nem board és nem walkout. Mit raktam fel? Ezt vissza. Oké. Ez talán ér valamit, ez is. Die Artist, ezeket megtartom. Majd sose tudni, hogy mire lesz jó. Nézzük a következőt. Ez is nulla, semmi. Az maradhat. A befejező, ez biztos, hogy pixel, ezeket is pixelezem a picsába, mert nincs értelme. Jó, újabb jumbo, ebből a jumboból van több. Azt hiszem, tizenvalamennyi talán. Azt hiszem, hogy ez is bordos, nem? Spanyol, RB, Jesus Navas. Hát azt mondtam, hogy 85 felett gondolnám azt, hogy jó, úgyhogy akkor tartsuk ahhoz magunkat. Úgy látom, hogy untrade pack, úgyhogy... Van benne, hoppá, van benne ezer coin is. Jó. Mindegy, egy boardot akkor is tartalmazott, teljesen jó. Nézzük a következőt. Ez azt hiszem, hogy... Aha. Ugye, már most nagyjából megszoktam, hogy mikor van board, meg mikor van walkout. Ugye... Nagyjából... Jó. Oké, és... Ez sincs, tehát ez se walkout. Backboard, semmi. Kutyafüle. Pick. De mit pickelünk? Hát a ratingre megyünk, úgyhogy Sanzont fogom elhozni. Más semmi értelmes, gondolom. Eladjuk, aztán tesszük a klubba. Jumbo, újra. Ucéles kártya? Nem, Libertadores-es. Ó, anyát picsukája. Untrade, teljesen. Semmi duplicate, jó. Premium Gold Players, nézzük. Gacha. Munyír. Ahó. Munyír. Papa. Az eladható legalább. Nagyon jó. Akkor mentek eladásra. Premium Gold Players. Lo Celso. Nézzük tovább. Bakambu, ő neki
használom a kiszed, vagyis hát ugye a 15-ös szinten volt kiszedhető az a speciális lapja, és csereként szokott játszani, és meg vagyok vele elégedve. Megbusztolták az öcsit. Prime Gold Players. Hát ha. Azt hiszem, hogy boldos. Angol. Vesz ki. Gavardi. Na, végre. Akkor kettő srácok. Ugye azt mondtam, hogy akkor fogok örülni, hogyha nagyjából tizet ugye össze tudok szedni. Ugye? Hát szerintem ő is megy olyan 25k körül. 24. 24 körül nagyjából. Akkor nagyon is jó. A 24 félbe felrakom. Majd meglátjuk. A többit meg csak így szépen fellököm eladásra. Majd videón kívül eladogatom őket. Még van 35 csomag hátra. Ez is szerintem board. Az bizony. Portó. Korona. Hát valahogy koronára nincs szükség mostanság. Hát a duplikét. Mindegy. Ez is board, szerintem. Az bizony. Anderson. Az bizony. Akkor három srácok. Három. 385 pluszos. És nem látható csomag. Hát igen, egy duplikét. Mindegy, nem sokat vesztek vele. Volt 13 pack, azt hiszem, hogy ez nem tudom, honnan jött ez a Gold 13-as pack most így hirtelen. Hát, gatya. Hát, mindegy. Látjuk. Hát ezeket pixelezem a picsába, mert semmi értelme nincs. Azon gondolkozok, hogy miből jött az a pack, de szerintem lehet, hogy nem tudom. Most ha megölnek se. Ez UCLS kártya szerint Libertador. Olyan furcsa, hogy a Libertador SS meg az UCLS kártyának is ugyanolyan a flare-je. Viszont van itt egy Hakimi, az annyira nem rossz. Smart Rare, Gold Players Pack. Ford. Peratti. Az. Akkor négy srácok. Négy darab. Mennyibe mész, papa? Papinyó. Van 20. 25.25k. Berakjuk gyorsan. Így. Így. Nem fog több férni, mindegy. Újra small, real gold player spec. Ez is board szerintem. Brazil. CM. Alan. Az bizony. Ez egy jó, ez szerintem ez egy jó kártya. Most ahhoz képest, hogy nem 85 pluszos, de szerintem egy jó kártya az Alan. Vagy Alan, ki hogy mondja.
méghozzá ráadásul untrade. Jó. Trade gold pack. Diop. Untrade packecske. Hát elküldjük a klubba, aztán jól van. Újra rare gold pack. Utána már talán jönnek a jobbok, a Mega, meg a Ultimate, meg ezek talán. Az UCLS, de már nem merem biztos. Az bizony még hozzá boldos. Sőt, walkout? Nem, csak board. A Militao papa, ugye eladhatatlan csomag. Hát, el van. Semmi gatya. Hererin. Helyerin, vagy nem tudom, hogy ejtik a nevét, Helyerin talán. Eladható. Jó. Újra Rare Gold Pack. Ez is boldos. Újra Brazil, újra CB. Fernandinho. Ez is jó. Azt hiszem untrade csomag. Az bizony, majd megy SBC-be. Viszont az Anchor meg a Shadow az jó. A Shadow is most 3K körül ment. Meg a pack. Na nézzük. Ez is volt szerintem. Szlovák, CF. Ajax, Tadic. De, Tadic. A szlovák, nem? Szlovák. Hirtelen kijött a zászló. Akkor ezt egyenlőre berakjuk a klubba. Őnek is semmi értelmét nem látom. Ott, ez Katalizt. Love kesztyű. Jó, megy a klubba. Ér meg a pack! Ám a, nem tudom, a Libertató, nem, tehát ilyenkor, mikor jön a kék flare, akkor nagy, már nem is nagyon merem mondani, hogy Libertadores-es, vagy UCL-es, vagy mi a jó isten, mert már tényleg keverem a szezont a faszom, bocsánat. A faszlonja. Na és azért egy kicsit durva. Két játékos. Nem tudom ezt minek hagytam meg, de itt van. Ez már ugye 30 felett nem mutatja. Semmi. Mignolé, ha jól láttam. Az meg a papa, az Ansu papa. Elkivixellezzük. Újra túl. Ez valami SBC-ből jöhetett talán. Ez is semmi. Atya. William Jose. Jose William. Traoréval karöltve. Újra. Ez is semmi. Pulisic. Na már csak kettő van belőle, hál' Istennek. Semmi. Gyorsítsunk rajta, mert semmi értelme. Újra Pulisic. Vagy Pulisic.
Vagy hogy hívják? Édes Istenem, na mindegy. Premium Electrum Player Spec, na. Semmi. Aha, eladható csomag. Mindegy, feltöltjük a klubot, aztán Prime Electrum Player Spec. Az UCLS-re is talán boldos is. Spanyol, RB. Sergi Roberto, anyám. És eladható csomag, nagyon jó. Akkor ő Quixel, ő is, őket megtartjuk. Prime Nixed Players Pack a következő, 16 pack van még hátra, ezt kinyitjuk. Hát eddig azért annyira a Benzema volt a jó, amit kinyitottunk. Ó, ne ez a Libertadores, azt akkor ezt mutatja, mint a Douglas Costát mutatná, akinek valami értelme is van, na mindegy. Ó, feltöltjük a klubot. Prime Mixed Play Aspect. Semmi. Libertadores-es. Postaliga. Kettő is ráadásul. Na mindegy. Miért nem mutatja a Jordit, mikor sokkal jobb, na mindegy. Prime Mixed Player Spec. Pickford. Yeah. Eladható csomag ráadásul. Nem tudom, mindegy, megtartom a bronzosokat is, mert sok SBC-be kellett mostanság a bronzos játékos. És hát be lehetett rakni. Ez szerintem ez sem boldos. Ja. Ez is eladható csomag. Oké. Okay. Egy nagyot dobjál már még tesó, mert akkor ez gyenge lesz. Romero, Pixel, jó. Hát 75 pluszos. Ajajaj. Ford. Ó, basszus, elnyomtam. Vidal. Feltongen volt talán. Nem, de no. Nem is tudom ki. Ajaj. Bamba, na, ő neki a Timo Zerbi kártyával, méghozzá a második a 84-essel, az már van most a csapatomba, nagyon megy a csávó. Semmi. SBC-ben jók lesznek. Zserwinho, méghozzá a duplikét is ráadásul.
Nem mond, hogy a Benzema lesz a legjobb játékos, akit kinyitottam ebbe back openingben, mert akkor tényleg egy nagyon kulanyításról beszélünk. Ajaj. Nyolcvankettő-nyolcvannyolc. Hátha. Belga, Boldos, CB. Fertongen. Not bad. Annyira nem rossz. Jó, hát nem is a legjobb, de hát ez van. 82 plusz. Semmi. Rodrigo. Ah, és három csomag maradt. Ez Boldos. Az bizony spanyol. Esti. Aspas. Már ő csak nyom, igen, a sima alapja csak 84-es. És két pack maradt hátra. Ez is csak egy sima Carrasco. Mondjuk rossznak nem rossz. És az utolsó pack. Hát, srácok, ez a pack opening, ez nem volt valami fényes. Úgyhogy, hát a Benzema volt a legnagyobb nyitásunk. 4 darab, 85 pluszos. Hát, 10-10-nek jobban örültem volna. Úgyhogy, ez volt a részemről a Totti pack opening. Úgyhogy, sziasztok!